Think for yourself. Question authority. Think for yourself. Question authority. Tekintsük a következő feladatunkat. Van egy sejtünk, amely azt tudjuk, hogy kétfajta szelekción esik át. Az első az a pozitív szelekció, amit a sejteknek a 40%-a él túl. Utána következik a második, a negatív szelekció, amit azok a sejteknek a 10%-a él túl, akik ugye az elsőt túlélték. És vezessünk be eseményeket. Az A1 esemény legyen az, hogy túléli az első szelekciót, túléli az elsőt. Az A2 pedig az, hogy túléli a másodikat. Jó. Na most először határozzuk már meg, hogy mennyi ezen eseménynek a valószínűségei. Ezt látjuk, hogy annak az esélye, hogy túléli az elsőt, tehát a PA1, az ugye 40% eséllyel, ez 0,45. És akkor most ezt szeretném meghatározni, de hát ugye azt látjuk, hogy tehát az A2 az nem tud bekövetkezni anélkül, hogy az A1 bekövetkezzen, hiszen ugye csak úgy tudja túlélni a második szelekciót, hogyha túlélte az elsőt. Tehát ugye itt a kettő esemény, ez viszont nem független. Ők nem függetlenek. Hogyha nem független, akkor ezt meg úgy tudjuk leírni, hogy tehát annak az esélye, hogy túléli a másodikat, feltéve, hogy túlélte az elsőt. Jó, tehát ezt adtam itt a feladat tulajdonképpen, hogy csak úgy tudom túlélni a másodikat, hogyha túléltem az elsőt, és ennek az esélye, ez 0,1, ami 10% volt. És akkor most tekintjük ezeket a feladatokat, tehát túléli mindkettőt, annak a valószínűségét határozzuk meg. Tehát az, hogy mindkettőt túléli, az azt jelenti, hogy az elsőt is túléli, illetve a másodikat is túléli. Annak a valószínűség, hogy az elsőt, ugye ő volt az A1, és ugye ő volt a metszet, túléli a másodikat, az pedig az A2. Most ugye metszetnek kell kiszámolni a valószínűségét, úgyhogy tudjuk, hogy a két esemény az nem független. Ilyenkor a láncszabály, vagy szorzási szabály segítségével tudjuk kiszámolni. Tehát látjuk, hogy ez nem más, mint a PA1 szorozva PA2 feltéve A1. És látjuk, hogy pont ezek nekünk meg is vannak. Ez 0,45 szor 0,1. Végül pedig annak az eseménynek határozunk a valószínűségét, hogy mindkettőt túléli, ha az elsőt túlélte. Na nézzük, tehát annak azt kell nekem, hogy túléli mindkettőt, ugye ez az esemény volt, ez az A1 metszet A2. Látjuk, hogy van itt egy plusz információ, egy feltételem, ha feltéve, hogy túlélte az elsőt. Ez egy feltételes valószínűség, következőképpen tudom kiszámolni, ugye alkalmazva a definícióját a feltételes valószínűségnek, ez A1 metszet A2, tehát ez az esemény, összemetszem az A1 eseményen, és osztva az feltételnek a valószínűségével. Na most, ami itt a számlálóban van, ezek az események, ugye A1 metszet A2 metszet A1, ez éppen az A1 metszet A2, osztva az A1-jel. És hát látjuk, hogy az A1 metszet A2-es valószínűségét már meghatároztuk, az volt ugye a 0,45 ször 0,1 osztva az A1 esemény valószínűsége pedig 0,45.